szeretettel köszöntöm Önöket és köszönöm az érdeklődésüket. A Demokratikus Koalíció az elmúlt hetekben rendszeresen foglalkozott azzal, hogy a Fidesz muti kormányzása, napi kormányzására felhívja a figyelmet. Erre azért van szükség, mert Magyarországon példátlan módon olyan politikai testületek által elosztott gazdasági döntések születtek, amelyek kifejezetten kizárólag néhány embernek okoznak előnyöket. Ezek az előnyök nagyjából úgy néznek ki, hogy 500 milliárd forintos forgalomnak a 10%-os nyereségét, tehát 50 milliárd forintot felosztottak 5000 ember között. És mint ahogy mondtam, politikai döntéssel évi 10 millió forintos nyereséget adtak a barátaiknak tartsukra. Ezért nyugodtan mondhatjuk, hogy a Nemzeti Mafia ZRT-ként működik a Fidesz, és ezért nekik ezeket a szerződéseket nem lenne szabad megkötnie, és a Demokratikus Koalíciónak lehetősége lesz, azonnal megszünteti ezt a mafia-szerű működést, ezt a trafik kormányzást, ami létezik majd Magyarországon. Nyílik a nemzeti puska. Tehát az, amit ez a kormány csinál, az felháborító, tarthatatlan, és éppen ezért mi azon dolgozunk, hogy le kell